Sziasztok! A mai alkalommal folytatni fogjuk a 3D szerkesztés alapismereteinek az áttekintését. Ezért menjünk is a 3D-s modellezés témára. Válasszuk ki a jobb alsó sarokból a 3D alapok témát. Átalakul a felhasználói felület ennek megfelelően, és a mai alkalommal röviden át fogjuk tekinteni a háromdimenziós primitív elemeket, azok létrehozását. Kezdjük elsőként a téglatester, ahhoz, hogy lássuk is, hogy valóban 3D-ben dolgozunk, a nézet kockát forgassuk el, és számunkra ö, szimpatikus nézetet válasszunk ki, ugye látható, hogy a sarokpontokra az élekre lehet klikkelni, és akkor át fogja forgatni a 3D-s nézetet az autóked. Jó, kezdjünk is bele. Az első objektumunk a téglatest lesz, klikkeljünk rá, és ahogyan síkban tettük, meg kell adni a tégla ö, lapunknak ugye, a két sarokpontját, és most ugye a harmadik dimenzió adja meg a tégla lapunknak a magasságát, és így lesz belőle téglatest. Létre is jött tehát az első ö, háromdimenziós primitívünk. Ugye 2D drótváz nézetbe vagyunk, sokat fogunk ebbe a nézetbe megjelenítési témában, stílusban dolgozni, de tegyük át most koncepcionálisra, és akkor látható, hogy a test valóban egy tégla test, tehát sokkal jobban láthatjuk a testünknek a valódi alakját. Áttehetjük a nullás fóliáról a előre elkészített rajz fóliára, és akkor talán egy kicsikét jobban is láthatóak az élek és a fogók, hogyha egy testet kiválasztunk. Ugye én a zöld szint választottam ki ehhez, itt ebbe a videóba. A 3D-s testünket, ha kielőjük, rajta megjelennek a fogók. Ami érdekesség, itt, hogy a háromszög alakú, vagy kúp alakú fogók segítségével tudjuk a Téglatest adott oldalait, lapjait jobban mondva kihúzni, és ezzel megváltoztatni a téglatestűnek az alakját, valamint a sarokpontokat, amelyeket négyzetes fogók ö, 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 jelenítik meg, ö, azok segítségével ugye egyszerre két oldalt is tudunk változtatni, tehát mindig az adott feladathoz kell megválasztani a Fogót, amivel módosítjuk a háromdimenziós testünknek az alakját. Na, ugorjunk neki még egyszer a téglatesnek, és nézzük meg, hogyan lehet ugye sokkal precízebben létrehozni ezt a primitív elemet. Ugye adjuk meg az első sarokpontot, majd ugye a belső opcióknál fölkínálja a kocka és a host. A kocka esetén ugye egy kockát fogunk létrehozni, meg fogjuk nézni, a hostnál pedig ugye megadhatjuk a hosszát a téglatestünknek. Itt először is ugye a hosszúság dimenziót kell megadnunk, tehát hogy milyen irányban értelmezzük a hosszúságot. Most én bekapcsoltam az ortót, így talán szembetűnőbb, vagy jobban érthetőbb, hogy mire is kérdezz rá, megadjuk az irányt, és ezután a hosszúságot, ami ugye legyen mondjuk százrajzi egység. Rendben van. Ezután következik a szélesség. Ugye, ami erre merőleges, a síkban, ez legyen mondjuk 50 rajzi egység, és ezután pedig jön a magasság, ami pedig leg, megint legyen mondjuk 50 rajzi egység, és létrehoztunk egy téglatestet. Na, tegyük át a rajz fóriára, és legyen ez az aktuális fóriánk. Oké, okay. és megint létrehoztunk egy téglatestet. Menjünk ö, ö, tovább ugyancsak hozzunk a T-test parancsal létre egy téglatestet, ami ez esetben egy kocka lesz ebbe a példában. Adjuk meg a, a sarokpontját, mondjuk meg ugye, hogy kockát szeretnénk. Ezután megint ugye megadhatunk egy irányt, valamint azt is, hogy milyen hosszúságot alkalmazzon a kocka létrehozásához. 50 egység legyen, és létrehoztunk egy kockát. A legfontosabb dolgokat meg is néztük, menjünk tovább a 3D és primitívek létrehozásában, a téglatest után jöjjön a henger. A henger létrehozásához ugye meg kell adni egy kör középpontját, Ö, első körben klikkeljünk le, majd meg kell adni a kör sugarát, vagy átmérőjét, ebbe ugye nincs sok újdonság a 2D-s ismereteinkhez képest. Megadtuk a sugarat, és ezután már csak ugye a harmadik dimenzió a magassága következik a hengernek, ami legyen most ebbe a példába 100 rajzi egység. Szuper! Fussunk neki még egyszer a henger ö, parancsnak. Ugye a kört magát létrehozhatjuk többféle képen is, három ponttal, két ponttal, érintő érintő sugárral, és létrehozhatunk elliptikus hengelt is, ez utóbbi egy kicsit izgalmasabb lesz. Az első kettő bemutatásához, vagy első három funkció bemutatásához pedig ugye ö, lé, ö, hozzunk léte pár ö, vonal rajzenemet. Ö, ezt tegyük meg a vonal és ugye ezt ki kell lépnünk a henger utasításból, de ne se baj, létehozunk pár vonal rajzenemet, visszamegyünk a hengerbe, és most három ponttal fogjuk a körünket létehozni, szuper, majd ezután megadhatjuk, ugye, arra figyeljünk oda, amikor létrehozunk, itt látható, hogy az egyik sarokpontom az nem a síkba esett, de semmi baj, ugye, Kicsit átszerkeztem, visszajön. Újra nekifutunk, tehát henger, három pont, megadunk három pontot, kapunk egy kört, és utána megint csak a magasságot kell megadnunk, létrehoztuk. Szuper. Adjuk ki újra a henger parancsot, hen, a három pont helyett jöjjön a két pont, Létrehozzuk az alapkörünket, és megadjuk a magasságot. Szuper. Ugye ez a kétdés ismereteinkből ismertek a körparancsnál. Ezek az opciók. Jöjjön megint ugye a hen parancs, tehát a henger. Érintő, érintő, sugár. Egyik objektum, amit érintünk, másik objektum, ami érintünk, amit érintünk, fölkínál egy sugárértéket, hát mondjuk azt, hogy legyen 130, létrehozza a alapkört, és megadjuk a magasságot. Tehát ezek a funkciók igazándiból az alapkör létrehozását segítik. Jó. Most pedig egy elliptikus hengert hozzunk létre, adjuk meg az egyik tengelyünket, erre merőlegesen hozzuk létre a másik tengelyünket, ugye ellenőrizzük, hogy valóban síkban vagy, van két egyenes, szuper mozgatással elhúzom, ugye itt a felezőpontokat összeillesztem, és akkor lesz egy nagy tengelyünk és egy kis tengelyünk, és most már valóban a hen parancs segítségével létrehozunk egy elliptikus hengert, megadjuk a egyik tengelyt, majd jön a másik tengely, ugye egy szíst hoztunk létre, és utána már csak a magasság megadása van hátra. És létrehoztunk ugye egy kör alakú hengert, többféle módon majd megnéztük az elliptikus hengernek a létrehozását is. Nagyon jó. Tehát a téglatest és henger után következik a kub. Kúp. A kubnál ugyancsak létre lehet hozni az alapkört három ponttal, két ponttal, érintő-érintő sugárral és ö, elliptikus kúpot is létre lehet hozni. Ezeket nem feltétlenül fogom ö, meg bemutatni ö, most, egy-kettőt -kettő, egy azért a rendkedvéért igen, de a séma már ismert. Tehát először is megadjuk a kör középpontját, ebbe az esetben most válaszoljuk ki az átmérőt, ne a sugarat, mondjuk legyen ugye 100 rajzi egység, és hát mi, mi, fog következni a kúpunknak a magassága, ami pedig megint legyen mondjuk 100 rajzi egység. Szuper! Hozunk létre egy elliptikus hengert, kúpot, bocsánat, ugyanazzal a módszerrel, mint előbb, hogy egyértelmű legyen ugye a, a kedves nézőknek, hogy ez hogy működik, mozgatással behozom, ugye megvan a két tengelyünk, jön a kúp, parancs, elliptikus üzemmódot választunk, létehozzuk az elipszist, és már csak a magasság jön, ami most 120 egység ö, magas lesz a kúpunk. Jó, ami itt még érdekesség, az a kúp hogy az hogy lehet létrehozni. Csonka kúpot a következő képen, kiválasztjuk megint a kúparancsot, megadjuk a kör középpontját, a sugár legyen ugye 50, és ami nagyon fontos, a felső sugár megadása. Felső sugár, ö, itt ugye mondjuk legyen a felső sugár 20 rajzi egység, és ezután már csak a magasságot kell megadnunk, Ugye ezt össze is lehetne hozni a tárgyasztal segítségével, de legyen mondjuk ez is 100 egység, hiszen most mindig egyszerűbb annál jobb a videó szempontjából, hiszen az alapokat vesszük át, és létrehoztunk egy csonka kúpot. Szuper! Menjünk tovább a primitívekkel, a kúp után jön a gömb, hát itt se lesz nagy megfejtés, 3 pont, 2 pont érintő, érintő sugár, de alapvetően arról van szó, hogy meg kell adni a gömbünknek a középpontját, meg kell adni az átmérőjét, és ha ez ismert, akkor kaptunk egy gömböt. Jó, ugye? 2D-s drótvázon, ugye jobban lehet látni a jellegzetes éleit, vonalait, alkotóját a háromdimenziós testeknek, amiket létrehoztunk. Ha a fogókat itt megnézzük, a középső fogóra klikkelve ugye el tudjuk tolni a térbeli objektumunkat, a háromszögekre klikkelve pedig ugye át tudjuk méretezni a háromdimenziós primitív elemet, amit itt szépen be lehet mutatni a gömb esetén. Ezzel, ezzel, szerintem most nem kell ö, tovább foglalkoznunk, tehát a gömbbel, majd konkrét rajz feladatnál jönnek elő ezek a belső opciók, hogy melyik mikor praktikus. Haladjunk tovább, jöjjön a gúla. A gúlánál ugyancsak meg kell adni az alap középpontját, ugye ezt kéri be az autóked, klikkeljünk egy tetszőleges helyre, Ezután megadhatjuk ugye a alapsugarat, ami 50 rajzi egység, de hát, hogy ne legyen ennyi unalmas, legyen mondjuk ez 60. Majd a magasság megadása következik. Visszamegyek közbe koncepcionális nézete. Ugye a gulának nem csak 4 oldala lehet, tehát hogyha újra kiadjuk, itt alul az, az oldalak opcionál megadhatjuk, hogy hány oldala legyen. Legyen mondjuk 8. Adjuk meg az alap középpontját, adjuk meg ugye a köré, köré írt körnek a sugarát, ami mondjuk legyen 100, és hát mi fog következni a magasság, ami megint legyen mondjuk 100. Szuper! Nos, ha hozzunk létre a csonka-kúphoz hasonlóan csonka gólát, ezt hasonló módon tudjuk megtenni, kiválasztjuk a gólát, megadjuk az alapnak a középpontját, tehát a, 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 azután megadjuk a sugarat, és ugye a felső sugár opció jön, ami mondjuk legyen 30, és jön a magasság, ami pedig mondjuk legyen 50, és létrehoztunk egy csonka gúlát, Szuper, szépen haladunk a 3 d primitívek megismerésével. A következő elem az az ék lesz. Hát ezt most mondhatnám, hogy fajék egyszerűséggel lehet létrehozni. Meg kell adni az első sarokpontot, olyan a létrehozása, mint a téglatestnél. Meg kell adni a másik sarokpontot, majd ugye a magasságot, és ugye egy ék elemet kapunk. Fussunk neki még egyszer, adjuk meg az első sarokpontot, majd a host, ugye melyik irányba értelmezzük a hosszúságot, legyen ez mondjuk 70 rajzi egység, az oltó ugye be van kapcsolva, Jöjjön a szélesség, ez legyen 50 rajzi egység, és jön a magassága, aminek legyen 30, és gyönyörű szépen egy ég, háromdimenziós elemet hoztunk létre. Persze, ha ezt kijelölöm, és behozom a tulajdonságokat, akkor ugye mind a hosszúságot, mind a szélességet át lehet írni, a magasságot is természetesen, és persze ez igaz, az összes többi ö, térbeli objektumra is. Most kiválasztottam ugye egy gulát, és ennek az oldalait most átírom 8-ra, 10-re, vagy éppen vissza 4-re. Tehát itt a tulajdonság panelen keresztül még sok mindent utólag állíthatunk szerencsére. Jó? Az ég után jöjjön a tórusz, és a videóban az utolsó térbeli elem, amit meg fogunk nézni, háromdimenziós primitív vagy úszógumi, Röviden ugye a tórusz, itt is az alapkört létrehozhatjuk három ponttal, két ponttal, érintő-érintő sugárral, nem győzöm hangsúlyozni, ez hasonló a kör rajzelemnél elérhető ö, opciókkal, tulajdonképpen meg is egyezik azzal, tehát amit ott megtanultunk, itt már csak használnunk kell, megadjuk a kör középpontját, átmérőjét, majd a csőnek ugye a sugarát. Jó, ugye ezt grafikusan is megtehetjük, vagy éppenséggel beírunk egy adott értéket, legyen mondjuk ez 10, és akkor létrehoztunk egy tóruszt. Jó? Ha kielőjük, akkor ugyancsak a fogókkal el tudjuk mozgatni, és ugye itt a csőnél a háromszög alakú fogókkal pedig magát a csőnek az átmérőjét lehet állítani, és a végül kapunk itt egy valóban egy fánkhoz, tóruszhoz, úszógumihoz hasonlító térbeli objektumot. Koncepcionálisából átmegyünk 2D drótvázra, és akkor már is láthatjuk a tórusznak is ugye a jellegzetes alkotóit. Ebben a videóban megnéztük a háromdimenziós primitívek létrehozásának a legfontosabb elemeit. Szerintem nagyon egyszerűen el lehet ezeket sajátítani, föl lehet fedezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Főleg a kezdőknek készült el ez a rövid kis videó, és tulajdonképpen ezekből a primitívekből nagyon összetett komplex 3 d modelleket fogunk egy-két művelet értelmezése után létrehozni, ami már valóban izgalmas lehet veterán autókedesek számára is. Tehát köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, és találkozunk legközelebb is! Sziasztok!